hogy úgy mondjam, Avon. Igen. Avon. Beszéljünk róla. L'Oreal. Mert megérdemlem. Igen. Ezt? Te fál. Te mindenre gondolsz. Én jó kérem. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Egy bokár. Mai kibeszélőbe elhoztuk nektek a... Hát ezt most hogy vezessük föl? Kabilláz. A Kabilláz zenekar harmadik EP-jét, de közben volt két nagy lemez is. Hát akkor az ötödik kiadványuk. De szép. Köszönöm, mindig segítesz, olyan cuki vagy. Szóval... Segítő orr. Szóval a Kabilláz zenekar ötödik kiadványát, ami egy öt dalos EP. A srácok megnyertek tavaly egy tehetségkutatót, vagy tavaly előtt, vagy nem tudom, és ennek a folyamányaként vehettek fel egy öt számos EP-t, Szeg Pisti vezényletével. Akkor maradjunk is ennél, jól szól. Nem? Tehát én azt mondanám, hogy magyar relatíve amatőr zenekarként jól szól. Hát egy kicsit és élőn szól, bocsánat. Élőn szól, de én egy kicsit ezt a grunge-ra, stoner-re jellemző porszívó hangzást véletlenül felfedezni. Túl az, hogy jól szól, azért nem harapnak úgy a gitárok, ahogy kéne. De a srácok nem titkoltan merítenek a grunge-ból, és nyilván hatással is volt. Abba hallottam a legtöbbet a lemezen. Igen. Grunge-ból talán. Mondjuk az is benne volt a biográfiájukban, hogy riff-centrikus, modern rock-metal zeneként. A riff-centrikusságnak én nem sok nyomát találtam mondjuk. Meg mondjuk én a modernnek se annyit. Igen. De ettől függetlenül a rock-metal az meg volt. Igen. Pár évvel ezelőtt még ez modern volt, most már nem az. Igen, tehát úgy gondolom én is, hogy kicsit azért elszaladt így a stílus irányzat emellett, amit most ez az EP tartalmaz. Ettől függetlenül nem mondanám rossznak, tehát semmiképpen nem mondanám azt rossznak. Semmiképp. Főleg, hogy ugye tavaly már megkaptuk a srácoktól a... nincs poén, mi volt? Nincs végzet. Nincs végzet című dalnak a klipjét, azt ugye ki is tettük, és én annak a nyomvonalán indultam volna el, ehelyett pedig az lett a legjobb dal az EP-n, ezt így közös megegyezéssel megállapítottuk. Én az éneket éreztem, még az ilyen porszívó gitár hangzásokon túl, az éneket éreztem egy picit vékonynak, és egy picit úgy éreztem rajta, hogy nem koherensen illeszkedik a zenébe, tehát kicsit a zene fölött van, vagy zene mellett van, és kicsit vékonyka. Nem lett elég masszívra keverve az ének hangzásilag, szerintem. Igen. Approved. Igen. Segítsek még, vagy menni? Megmondom őszintén, hogy én az énekkel hatalmas gondba voltam, mert ugye én ezeket a klasszikus metálos témákat, klasszikus metálos éneklésmóddal előadva, én ezeket nem annyira szeretem. Még az volt? Nekem az. Tehát, hogy őszintén nekem sokkal előbb beugrott róla egy Kalapács József, mint egy Siklósi Őrs, ha már modern metálról beszélünk. Mondjuk a szent, igaz, igen. Na, tehát erre próbálok így gondolni. Igen. Akár egy ilyen húsevő szöveggel, vagy akár egy ilyen leszek én a fény szöveggel, vagy nincs több poén szöveggel. Tehát, hogy... Tehát ilyen konvencionálisabbak az ének megoldások, úgy érted? Ilyen hagyományőrzőbbek? Akár ez is lehet, meg az énekes kollégának a hangszíne is, meg a hang használata is erre következtett, erre következtettem, hogy ő ilyen klasszikus rockorientált, és hogy talán ezeken nőtt föl, és ezeket szereti, de cáfoljatok meg, ha ez nem így van, akkor viszont baromira nem értem, hogy miért ilyen, tehát, hogy mindenképpen erre így kitérnék.
illetve a riff-centrikusság, jó, hogy említetted egyébként, hogy az nem tűnt fel, mert hogy nekem se annyira. Akkor azért nem. Tehát, hogy te, Jakabimi ugye a gitáros, ő így szokott így néha így lájkogatni, kommentelgetni, stb. És abból, amit ő így kedvel, meg így lájkolt, vagy valami, én így azt hittem, hogy amikor küldte az első dalt, hogy na most akkor ez egy igen basszó zene lesz, és ahhoz képest meg tökre meglepődtem rajta, hogy amúgy ez azért sokkal konvencionálisabb. Lazább. Mondjuk azt, hogy lazább, igen. Úgyhogy én kicsit másra számítottam, és valószínűleg ezért nem találtuk meg egymást annyira ezzel az EP-vel. Én nem számítottam egyébként semmire vele kapcsolatban, nem is ismertem ezelőtt a srácokat. Kellemes hallgatnivaló volt, de még az útnak nincs vége. Hajoljatok vissza az ablakon, és üljetek vissza a helyetekre, mert megy tovább az utazás. Szerintem a következő... Vannak olyan gyerekbetegségek, amik a következő kiadványra egész biztos, hogy eltűnnek majd. Remélhetőleg legalábbis egy picit az éneket én hangsúlyosabbra keverném. A dob nagyon tufa egyszerűségű sok helyen. Igen. Ez is feltűnt még. De ezzel meg nincs baj, mert ilyen a dobos stílusa. Igazából, tehát ezzel nincsen nagyon baj. Ez például lehet koncepció, hogy a dobban lényegében nagyon kevés lepörgetés van a lemezen. Ez viszont lehet koncepció például. Ja. De én például hiányoltam azt, hogy mit tudom én, van egy riff, ahol mondjuk ilyen ilyet így tehát hogy így belemegy a gitáros, az például, ha jött volna a duplázó, az például eléggé baszó tudott volna lenni, és ehhez meg ugye jött egy ilyen szimpla egyszerű 2-4, tehát nem AC/DC szindrómára próbálunk utalni, vagy semmi ilyesmi, egyszerűen csak mást vártunk, mint ami jött. Nagyjából ennyi. Ja, és én még egyet szeretnék kérdezni a végén, ezt így direktbe, hogy valahogy úgy van az akusztikus dal, hogy a végén csak te vagy, és csak én vagyok, és hogy ha halványabban, de még ugyanúgy ragyog. De mi a faszom ragyog? De én erre azóta kíváncsi vagyok, mert meghallgattam néhányszor ezt a dalt. Mi ragyog? Engem ez nagyon érdekel. Megint bele fogsz futni, fogadjunk, hogy a hol fáj, hol szúr erősen felőlemnél. Hogy... Igen, biztos, hogy meg van ez válaszolni. De tényleg. És én azóta megkövettem magam a Matfieldesektől is, de akkor se értettem, faszom. Igen. És most se értem, úgyhogy azt világítsatok már el, légy szíves, hogy mi ragyog. Szóval köszönjük szépen a Kabilla zenekarnak, meg így a menedzsmentnek, meg nem tudom kitől kaptuk még meg, hogy így gondoltak ránk, és hogy kíváncsiak voltok a véleményünkre, vagy csak hogy osszuk meg, és mi meg csak így pofátlanul elmondjuk, hogy mit gondolunk, teljesen mindegy. Szóval köszi, hogy gondoltatok ránk. A többiek, akik nézitek, hallgassátok meg a srácokat, vagy ha már hallottátok, akkor mondjátok el, hogy ti mit gondoltok róla az EP-ről, vagy róluk a srácokról. Aztán legközelebb meg találkozunk valami Kabillász bulin, és megnézzük a srácokat élőben is. Lehet. Szevasztok! Sziasztok! Most egy kicsit megakadtam. Már milyen téren? Hát nem tudom, hogy ez így befejeződött a gondolat, és nem tudtam hova menjek nem tovább, hova úgyhogy így nézlek. Úgyhogy így nézd. Segítő Orsi. Nekem az ének föltűnt, hogy van. Akkor nem segítek, mondd meg. Igen? Hogy van, baszd. Ez amúgy a csomagtartó, amúgy mi? Hát, hogy van? Hát van, baszd. Szóval azt tűnt fel, hogy... mi tűnt fel? Faszom!
Jó, eddig van 5,5 perc Baki parádink.